Hello, hello! Szia! Sok szeretettel köszöntelek a mai videóba. Na hát úgy néz ki, hogy Amerikában az infláció kicsivel kedvezőbb, mint aminek várták, és hamarosan történik az Ethereum Shanghai upgrade-je, és ugye megy az izgalom, hogy elárasztja az Ethereum a piacot, lesz-e eladói nyomás. Én Denkler Miklós vagyok a CryptoMinds-tól, elhozom neked a legfrissebb kriptohíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel edukáljalak az internet és a pénz evolúciónak a következő szintjéről, ami nem más, mint a kripto. Csapjunk is bele, kérek egy kövér lájkot, azaz sok-sok szeretettel nyom meg kérlek a lájkombot, ezzel segítel a YouTube algoritmusát, hogy minél több embernek megmutass ezt a videót, és tudjuk, ha minél több ember jön, akkor mindenkinek jobb lesz, jót tettél az emberiséggel, és a kriptoára is felmegy, úgyhogy köszi a kövér lájkot, feliratkozás gomb, nyom meg a harangocskát, összeset, és akkor a videókról is értesülsz. Na, menjünk és nézzük a buborékos csártunkat, de előtte látogassunk el, és el kell, hogy mondjam, hogy ugye minden, amit hallasz, látsz, illetve bármilyen formában csatornáinkon találsz infót, nem tekinthető sem pénzügyi, sem befektetési tanácsnak, ez kizárólag edukálás, oktatás célt szolgál, mindig tedd meg a saját kutatásod, járj utána, és hozz egy jó döntést. Ha megnézzük a félelem kapzsiság indexet, látjuk, hogy 65-ön állunk, azaz a piaci hangulat továbbiakban is nagyon kitűnő. Bitcoin egy kicsit korrigál, Ethereum fölfele korrigál, és ugye itt a Crypto World Master platformon rengeteg hasznos infót találsz. A leírásban megtalálod a linkjét, úgy találod meg, hogy CryptoMinds oktatások. Ugye itt a platformon, a dashboardon, irányító pulton rengeteg hasznos infó van, szótár, különböző walleteknek a leírása, coin codex, különböző coinokat lehet követni, blogok, cikkek, és a tanfolyam alatt megtalálod a CryptoMinds tanfolyamokat. Itt ki tudod választani, hogy melyik a neked leginkább megfelelő. A CryptoMinds Pro, illetve a Crypto Pro Full az, amiben minden benne van. Szóval minden, amit itt fölötte látsz, az mind benne van a Crypto Pro Full-ba, és erre most van egy 10%-os cashback. Ha ezt megvetted, akkor itt az e-mailen CryptoMinds tanoda, kérd a cashbackedet. Kriptoban fogod megkapni, és azt arra költöd, amire szeretnél. Na szuper, menjünk és nézzük, hogy akkor mit mutat a kedvenc buborékos csárt. Bitcoin éppen csak $30 000 alatt, Ethereum $1900 fölött, és látjuk, hogy a legtöbb altcoin konszolidálódik. Pár altcoint van, ami ugye Solana már korábban kitört, NIR, XRD, Immutable X is szépen ment, és az FTT. Kérdezhetnél, miért veri ki a képernyőt az FTT? Azért, mert az FTX tőzsde bejelentette, hogy a pénzekből, kvázi az elhagyott pénzekből úgy meg lett 7,3 milliárd dollár, és hogy tervezik, hogy újra indítják a tőzsdét, és ettől fölrobbant az FTT token. Jó, menjünk, nézzük meg a továbbiakat. Oké, még találsz itt a leírásban a webinárunk linkjét, ugye általában egy héten egy-két webinárt szoktunk tartani, ezek ingyenes webinárok, Zoomon tartjuk őket, annyi, hogy lapozz itt le a webináros oldalon, és itt alul akár becenével, e-mail címmel iratkozz fel, és akkor megkapod a meghívót a webinárra, illetve utána meg fogod kapni a felvételt is, különböző linkekkel, anyagokkal, prezentációkkal, mind-mind elérhetővé tesszük neked, úgyhogy gyere, iratkozz fel a webinárra. Jó, nézzük, hogy mit látunk a főbb hírekbe. Ugye 10 hónapos magasságokra ment a Bitcoin, az elmúlt 10 hónapban ugye újra $30 000 fölött vagyunk, és a CPI adatok, ugye a CPI ez a Core Price Inflation, Consumer Price Index, ugye fogyasztói árindex, ez a 5,2 helyett 5 lett, és ugye ez kedvezőbb a várakozásnál, miközben ugye a core, ugye a maginfláció az ugyanannyi, mint amennyi volt, 5,6, de összességben csökken az infláció, ha nem is óriási léptékekben, de a korábbi, ugye tavaly Amerikában volt 9,1% is az infláció, ahhoz képest szépen csökken, és ugye ez annak a valószínűségét, hogy a Fed még azért egy pici kamatot emel, még fenntartja. Jelenleg a 66%-a az embereknek úgy gondolja, hogy az amerikai jegybank 25 bázispontot fog emelni, viszont ugye a Bitcoin a kitöréssel, amit ugye a húsvét hétfőn hajtott végre, jelenleg még szépen ugye 28.600-as szint fölött van, és nagyon szépen tartja magát a kitörés felett, ugye már a plusz egy napot eltöltött, és fölötte zárt, és ez mindenképpen egy jó jel. Na hát a legjobb ló a Bitcoin, ami túl fogja teljesíteni az aranyat, és ezt mondja a Bernstein Investment. A Bernstein Investment nem más, mint egy Wall Street-i cég, és azt mondja, hogy annak ellenére, hogy a Bitcoin már 71%-kal van idén föl, szóval január 1 óta 71%-kal van feljebb a Bitcoin. Valójában sokan úgy gondolják, hogy hát ez még nem elég arra, hogy a Bitcoin elkezdje egy új ciklust, viszont azt mondja az elemző, hogy de pedig elég, és egy új ciklust kezd, és nem csak egy kis mini rallit csinált. Ugye maga a különböző monetáris dolgok, amik mennek, ugye itt ez azt, hogy előbb-utóbb ugye megint pénzt fognak nyomtatni, illetve maga az egész amerikai adósság és minden értékteleníti el a dollárt, ez mind oda vezet, hogy a Bitcoin és az arany is jól fog teljesíteni, és a Bitcoin túl fogja teljesíteni az aranyat. Ugye ezt láttuk már a Covid idején is, amikor ugye pénzt nyomtattak, akkor a Bitcoin háromszoros értékben teljesítette túl az aranyat 3,5 év alatt. Jelenleg ugye a idejében a Bitcoin 71%-kal ment föl, az arany csak 10%-kal ment föl. Hogyha azt nézzük, akkor idén 7-szeresen teljesítette túl a Bitcoin az aranyat. És igen, szerethetjük az aranyat, nem szerethetjük a Bitcoint, de miért ne szeressük, miért utáljuk, miért ne szeressük a leggyorsabb lovat? Hát a leggyorsabb lovat kell szeretni, azt kell ápolni, dicsérni, azt kell zablázni, meg megetetni, meg kényeztetni, megpatázni, stb. Nem vagyok lovász, de kutyákhoz sokkal jobban értek, de értemszerűen a legjobb lót kell a legjobb karban tartani. A legjobban teljesítő eszköz, szóval bárhol megyünk, a legjobban teljesítő eszköz, és ezt mondd el bárkinek, akivel beszélsz, hogy a legjobban teljesítő eszközzel szeretné például fizetni a boltba. Amikor vásárolsz a boltba, kérdezd meg, hogy lehet-e bitcoinnal fizetni. Jó, ez már csak azért is jó, mert ezt minden alkalommal megkérdezed, akkor előbb-utóbb a pénztáros gondolkodása is átáll, jó? És megkérdezi a főnökét, hogy mi ez a bitcoin, mert ezzel akarnak fizetni, jó? Ezzel te is tehetsz azért, hogy terjedjen a kriptó, elterjedjen. Oké. És ugye egyre több ember a bitcoint a portfóliójában egy hedge-nek, azaz ugye ellensúlyozni itt a rossz dolgokat használja. Szuper, menjünk a következő hírünkre. A bitcoin új csúcsra fog menni, sokkal gyorsabban, mint a legtöbb ember hiszi. Ezt kitettem a Twitterre is. Ugye arról szól ez az írás, hogy például a kriptó Twitteren mindenki azt gondolja, hogy ez a rally, igen, elmegy 30-40 ezer dollárig, és akkor ott ki fog fulladni, és majd 6 hónapon túli időszakot fog ott konszolidálódni, és lehet majd szépen felhalmozni, majd lehet majd vásárolgatni, és majd utána szépen megindul 2024-25 tájékán az új csúcsok felé. Sokan így gondolják. Credible Crypto azt mondja, hogy nem így fog történni, olyan gyorsan el fog rallizni új csúcsok felé, hogy igazából észre sem vesszük, mert a korábbi mélypontokat ugye úgynevezett Black Swan, fekete hattyú események okozták, kvázi ott csődbe mentek a legnagyobb centralizált szereplők, akik mohók, kapzsik voltak, nem megfelelően működtek, nagy részük egyébként regulált, azaz ellenőrzés alatt álló volt, és pont érdekes, hogy a nem regulált DeFi az itt van és működik, a regulált FTX tőzsde, ami ráadásul még Bratyiban is volt a szabályzó hatóságokkal, az meg csődbe ment, és ugye 10 milliárdok vesztek oda. Ez ugye egy kicsit betett a bitcoinnak is, ezek a fekete hattyú események, de jelenleg ugye azt mondja, hogy ezek a pánikeladások, likvidációk, amik ezekkel az eseményekkel együtt jártak, ez valójában eljutottunk oda, hogy sokan a partvonalról figyelik, hogy mi történik, és egyre inkább majd elkezdenek bepánikolni, hogy hoppá, emelkedünk tovább. Jelenleg az Elliott Wave teóriát nézve azt mondja, hogy az 5. hullámba érkezünk, és azért még lesz lehetőségünk beszállni, csak cselekedjünk, ugye erről beszél. Jó, ugye akkor a nagyon fontos, talán az idei év egyik legfontosabb fejlesztéssel kapcsolatos eseménye az Ethereum Shanghai Upgrade, ami ugye Capella upgrade-del van egybekötve. Ez nem más, mint ugye az Ethereum áttért a Proof of Work konszenzus mechanizmusról a Proof of Stake-re, ebben most nem akarok belemenni, ez például ott van az oktatásaink között. Ez ugye arról szól, hogy hogyan történik a validációja a tranzakcióknak, sok számítógép kapacitás fogy-e, vagy stékelni kell, és itt már stékelni kell, ugye ez a beacon chain, ahogy be lett stékelve az eteromok, ugye óriási összegben vannak besztékelve eteromok, és ugye ezzel lehetett részt venni és jutalmat kapni a rendszerben, viszont nem lehetett a jutalmakat sem kihívni, illetve a betett 32 eteromot sem. Most ugye ez a Shanghai Upgrade 53 perc múlva, úgyhogy amikor te nézed ezt a videót, akkor már megtörtént, reméljük sikeresen fog megtörténni, és ugye ezzel a piacra kerülhet bizonyos mennyiségű Ethereum. Ebben a cikkben ugye itt a Glassnode elemzése alapján, ezt ugyanúgy megosztottam a Twitteren, azt mondja, hogy kevesebb, mint 1%-a teljes stékelt Ethereumnak kerülhet értékesítésre. Olvastam a más ilyen riportokat is, azok nagyon-nagyon ijeszgettek, hogy itt akkor a dump lesz az árban, hogy az Ethereum esni fog, meg stb. Úgyhogy itt a Glassnode úgy nézi, hogy körülbelül a jutalmak, illetve az, ami felszabadul, mert ugye az egész stékelt Ethereum mennyiséget nem tudják kivonni, kb. 550 nap alatt lehet majd kivonni a teljes stékelt mennyiséget, viszont ugye a rewardot ki lehet vonni, de azt arra számítanak, hogy van, aki vissza fogja stékelni, akár a rewardot is, illetve sokan nem fogják eladni az Ethereumot. Ugye itt van egy ilyen chart, ahogy mutatja, hogy a Binance, ugye, hogy hol vannak a legnagyobb stékelők, Lido Finance, ugye a legnagyobb ilyen platform, például a Lido Finance-nél szerintem nem fogják eladni, és ugye azt valósítjuk, hogy a különböző tőzsdék sem feltétlenül fogják eladni a stékelt Ethereum-okat. A stékelő emberek 16 milliárd értékben voltak mínuszban tavaly júliusban, ez a mínusz, ez csak 4,7 milliárd dollár. Ugye az, hogy amikor megvették az Ethereumot, ahhoz képest most hol van az ára, úgyhogy ez a nem realizált veszteség, ez egyre inkább csökken, úgyhogy várjuk a sikeret, Shanghai Upgrade-et. Jó, FTX-ről beszéltünk, menjünk és nézzük meg, hogy mi történik a Twitteren, de előtte még van egy hírünk. Ugye már múltkor beszéltünk az amerikai elnökjelölt Robert Kennedy Jr.-ról, aki azt mondja, hogy a Bitcoin egy menekülési utat biztosít a különböző országok növekvő adósság buboréka ellen, és az illető nem más, mint Amerika elnökjelöltje, demokraták elnökjelöltje. Szóval ő megy majd a Bidennel, meg nem tudom, a Trump mondom, akkor nem indul, de ő megy a Bidennel szembe. Ami ugye fontos, megemlít, hogy 2008-tól, amikor ugye összeomlott a pénzpiac és az ingatlanpiac Amerikába, ugye a bankok túlzott hitelezése miatt, majd ugye a Covid-válság, a bankok 10 billió dollárt nyomtattak, több 10 országnak megfelelő vagyont 15 év alatt, és létrehozták a bankárok paradicsomát, egy gazdagság paradicsomot, ahol a bankárok pénzbe rúgztak, és ugye a kriptovaluták, mint a Bitcoin, viszont lehetőséget biztosítanak a népnek, aki él, és ezt kvázi mind elszövedi ezeket a buborékokat, hogy ebből a lufi kipukkadásból valahogy ki tudjon menekülni. Mert ugye a Fehérház és ugye ez a bankárklub, ez valójában szeretné az embereket foglyul ejteni, és minél több profitot megfejni és ellenőrizni őket. Ezek nagyon érdekes szavak az amerikai elnökjelöltől, nagyon örülök, hogy ilyen megvilágosultan beszél, bízom benne, hogy nem fogják lelőni, mint a másik Kennedyt, reméljük, hogy megválasszák. Mert nagyon igazat beszél. És ugye azt is elmondta, hogy jönnek a nemzeti banki digitális pénzek hamarosan, és ugye ez Amerikában azt jelenteni, hogy kvázi megágyaznak annak, hogy pénzügyi rabszolgaság és politikai zsarnokság legyen úrrá. Pénzügyi rabszolgaság és politikai zsarnokságnak nevezi, hogy a Nemzeti Banki Digitális Pénz, a CBDC, ezt hoznám, és ugye tudjuk, hogy jön a FedNow, ami az amerikai jegybanknak egy applikációja, ezzel szerintem sok banknak elvenni a kenyerét, és ugye arról is beszélnek, hogy itt még ez nem CBDC kerülne bele, de tudjuk, hogy a Biden adminisztráció gőzerővel dolgozik a CBDC-n, a Nemzeti Banki Digitális Pénzen. Jó, szóval azt gondolom, hogy egyre több ilyen megvilágosult, hogy mondjam, az embereknek jót akaró politikus látok így fölbukkanni, bízunk benne, hogy nem lövik ki őket, ugye hát azért kicsit néz utána, hogy az amerikai elnök jelölteket, vagy nem jelölteket, hanem elnököket azért szokták időnként eltávolítani, főleg, hogy olyat akarnak, ami ennek a itt említett jegybank és bankár kluboknak nem áll az érdekében. De most nem akarok ebbe belemenni, éppen múltkor láttam ezekről, talán a Kennedy gyilkosságról olvastam egy cikket. Oké. Jó, menjünk, nézzük meg a Twitteren, mi történik. Itt van a Glassnode-os cikk, de előtte mindenképp kövess be a kukac Miklós Denklert, csinálj egy Twitter fiókot, kövessél be, harangocskánál bejelölni, hogy ilyen összesre legyen állítva. Érdemes még követni a kukac Corion platformot, kukac Laserpangácot, és itt van a Glassnode csártya. Ezt meg tudod nyitni, ugye ez az, amit előbb itt néztünk, és itt van, amit a Credible Crypto mutatott, ugye aki azt mondta, hogy valójában sokkal hamarabb fog itt megindulni az emelkedés, két szkenáriót rajzolt be, mindegyik fölfele menne mondjuk egy $40,000-ig, az egyik az meg sem állna, a másiknál egy kis korrekció lenne, és utána menne fölfele, viszont azt mondja, hogy ez, amit a legtöbben várnak, ez a piros, de szerinte a zöld fog megtörténni. Jó, úgy ezeket mind megéri, és nagyon ajánlott lájkolni, és megosztani, úgyhogy menjen neki a like, és mehet neki a retweet. A Sui tesztnet, ugye pont ma írtátok, hogy a Sui kiírta a Discordjára, hogy nem lesz airdrop. Én azt gondolom, hogy lesz airdrop, azért írják ki, mert rengeteg scam él ebben vissza, viszont hogyha el akar indulni egy layer, egy ökoszisztéma, nem teheti meg, hogy nem airdroppol, mert nem tud annyi felhasználót odavonzani, és nézd meg az Arbitrumot, az Optimism, nem is tudom ki volt még a legutóbbi airdrop, egyszerűen nem teheti szerintem meg, úgyhogy szerintem lesz airdrop. Annyit kell dönteni, hogy bizonyos időt és egy minimális pénzt áldozol le arra, hogy végigcsinálod a feladatokat, mert ha nem csinálod végig, akkor tuti nem kapsz airdropot. Ha végigcsinálod, és nem lesz airdrop, akkor úgy jártál, kicsit dolgoztál vele, de ha lesz airdrop, akkor viszont több ezer dollárt kapsz. És jön a MetaMask, zk-sync, Layer Zero, StarkNet, és még több más airdrop, és ezeket az airdropokat lépésről lépésre mind kirakjuk ide a CryptoMinds Patreonra, Patreon csatornán CryptoMinds Pro, ide tesszük ki a lépésről lépésre videókat, a nagy része már kinn van, ahogy viszont élesednek a különböző tesztnetek, mainnetek, ezeket frissítjük, hogy jönnek jövő héttől új airdropos videók, érdemes őket követni, de például ide tesszük ki a kereskedéseket is, a trade setupokat, piaci elemzéseket, mind a fundamentálist, mind a technikait, és stékkelést, farmolást és egyebeket a CryptoMinds Pro-ba teszünk ki, úgyhogy ha szeretnél airdropokból jönni, és nem tudod magadtól, hogy kell csinálni, akkor gyere ide a Patreonra, ha meg tudod, akkor ha már tudod, mert gyakorlott vagy, akkor meg kvázi meg tudod csinálni itt a Twitteren való leírásokból is. Igen, és ugye itt Kennedy elnök jelölt azt mondja, hogy igen, a Bitcoin az a népnek egy menekülési útvonalat biztosít, hogy az ilyen buborék kipukkadásokból, amit okoznak, ki tudjon menekülni. Szépen törtük a $30,000, ma még lesz egyébként a FED-től jön egy korábbi megbeszélésnek a kivonatját fogják nyilvánosságra hozni, úgyhogy ezeket mind érdemes lájkolni és megosztani. Igen, ugye ezt már néztük múltkor az előző videóban, hogy szépen növekednek a bitcoin tulajdonosoknak a száma. Jó, nézzünk rá a chartra, hogy akkor mi történik a charton. Oké, várunk akkor szeretettel ugye Crypto World Master platformba. Fontos, hogy azt a linket használd, amit itt a leírásban megtalálsz lejjebb, hogy CryptoMinds oktatások, mert az a CryptoMinds-nak a linkje, úgyhogy akkor lesz a közösség tagja. Bitcoin konszolidálódik, ugye ezt szerintem 2 napra rajzoltam be, vagy lehet, hogy tegnap, amikor a Patreonra csináltuk az elemzést, arra számítok, hogy lefele fogunk itt csorogni, ez egy bull flag, és várjuk, hogy mikor tör ki, és amikor kitör, indítunk egy gyönyörű long pozíciót, és azt tőkát itt tele fogjuk megtenni. Ethereum, ugye az Ethereum egy kicsit bizonytalan volt itt a fadok, meg mindenféle hírekre, ugye esett, viszont nagyon szépen visszajött arra a szintről korábban volt, és ugye ezt a Patreonon éppen nemrég frissítettük, pár órával ezelőtt ugye, hogy kitört, és csinált egy gyönyörű visszatesztet, és ebben a visszatesztben, amikor pár órája ezt kitettük, akkor itt még nagyon jól bele lehetett venni, most már ez elindult, szóval ez már szerintem mint rövid trade elment, de érdemes nézni a mozgását, most egész bullis a mozgása ezzel a töréssel. Jó, a legtöbb altcoin, amiket kereskedtünk, frankon teljesít, de most úgy tűnik, hogy a Bitcoin lopta el a sót, és hogyha ránézünk egy kicsit a Bitcoin dominanciára, akkor látjuk, hogy ugye áttört azon szinteken, amik, igen, ez a Bitcoin dominancia, amit éppen most valószínűleg vissza fog tesztelni, ha viszont itt fölötte fogunk maradni, akkor a Bitcoin lesz a főszerep, és a Bitcoin ellophatja a sót, hogy ezt így szoktuk mondani. Gyere a leírásba, megtalálod a Telegram csatornánkat, ugye itt van már, hogy 5%-kal alacsonyabb, vagy bocsánat, 5% kereken ugye az infláció, és ugye itt már jöttek a hírek, hogy 7,3 milliárd dollárnyi megvan az FTX eltűnt pénzekből. Itt ugye kiraktuk a pénteki mozaik és DeFi, és hogy mi van a pénzügyi zűrzavar mögötti videót, 2 videó is van, nézd meg mindkettőt. Ugye itt van a maga a Patreonra kitett piaci kitekintés, trade setupok, airdropos dolgok, és ezeket mind-mind érdemes egyébként ezen végigmenni. Ki fogjuk tenni most a keddi gratis webinár videóját is, majd hamarosan, illetve ki fogjuk küldeni e-mailen azoknak, akik ugye feliratkoztak. Jó, amit még egy másik érdekes, a DAISY linkjét is megtalálod a leírásba. Ugye itt posztoljátok ti is, hogy egész szépen teljesít a kriptó. Igen, én is azt látom, hogy szépen teljesít, egyre jobban működik a kriptokereskedés, és ugye maga nagyon szépen teljesít a Forex is, de azt gondolom, hogy elképzelhető, hogy a kriptó utól fogja érni a Forexet. Eddig nem teljesített jobban, nagyon volatilis volt, ugye a Forex egy kicsit kiegyensúlyozottabban teljesít, Forexnak néha vannak mínuszos napjai, de összességben látjuk, hogy ilyen havi 10-30%, szóval átlagban havi 20%-ot hoz, éves szinten ugye viszont elérte a 800%-ot, mert az kumulált, ugye olyan, mint a kamatos kamat, mert tudjuk, hogy minden egyes kereskedés után magasabb az egyenleg, és a magasabb egyenleg megy a következő kereskedésbe. Ha éppen veszteség volt, akkor ugye meg az alacsonyabb egyenleg, de összességben nagyon szépen muzsikál mindkettő, úgyhogy gyere, nézz körül itt a DAISY Telegramunkba is, és várunk majd a következő gratis webinárom téged. Szuper, szóval találkozunk a Twitteren, találkozunk ugye a gratis webináron, valamint ugye főleg a Patreon, hogyha szeretnél kereskedni, tudsz már kereskedni, és a csártokat tudod követni a trade setupok alapján, illetve hogyha azt szeretnél ebbe beletanulni, begyakorolni, hogy mit hogyan csártolunk, valamint az airdropokat csinálni, meg egyéb frankó dolgokat, akkor várunk a Patreonon is. Egyéb irányban meg ugye a Crypto World Master platformot használd bátran, és nézd meg, hogy itt valamelyik oktatás hasznos-e neked. Azt mondom, hogy igen. Örülök, hogy itt voltál, jönnek a héten egyéb videók is, várlak szeretettel azokon is. Köszönjük szépen, hogy megnyomtad a kövér lájkot, ezzel ugye segítetted a csatornát, és találkozunk a következő videóban. Hello, hello!